Mai vendégem igazán rendhagyó a podcast életében, ő ugyanis egy püspök, és igen, vallási témákról fogunk egymással beszélgetni, de még mielőtt most kikapcsolnád a videót, kérlek adj időt, hallgass meg Gergely szavait, nézőpontjait, szerintem érdemes. Vendégem tehát Juhász Gergely, ókotelikus püspök, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja, azonnal kezdünk. Felvétel előtt megbeszéltük, hogy tegeződünk, megengedted, és én élnek ezzel a lehetőséggel. Azt, hogy elmondanám a beszélgetés elején, hogy mi hogy találkoztunk egymással. Ugye te búcsúztattad az én unokatestvéremet, Monári Hádot, és én írtam neked a, a felkészítő szöveget a családi ö, múltról, úgyhogy nem tudtam, hogy te leszel majd a, a pap, tehát hogy fogalmasabb volt, hogy milyen pap honnan jön, és mit fog kezdeni ezzel a helyzettel, mert azért mégiscsak egy egy az átlagnál macerásabb helyzet volt az övé, és ennek ellenére úgy oldottad meg ezt a búcsúztatást, hogy a, hogy a jelenlévők és a gyászolók együttetően után áradoztak rólad. Mert, mert olyan szintű elfogadással fordultál az elhunyt felé, ami tiszteltre méltó volt, és olyan szinten tudtál megfogalmazni komoly gondolatokat, hogy az, az azoknak is egyszerűen felfoghatóvá vált, akik egyébként nem feltétlenül gyakorolják a vallásukat. Majd idézek néhány gondolatot abból, amit elmondtál a, a, a búcsúztatón, de előtte szeretnék megismerni téged, mert kutakodtam után az interneten, nyilvánvalóan rögtön egyébként a temetés után, és olyan sok dolgot nem találtam rólad, azt ugye láttam, hogy ókotelikus a, a az egyház, amiben te püspök vagy. Az Ókatolikus Egyházról találtam egyébként a elmondásod ö, alapján egy csomó mindent, tehát hogy abban egy képbe vagyok a történelmivel hogy igen. Igen. De hogy, ö, de hogy rólad ö, nem nagyon volt információ. Hmm. Tehát érdekelne az, hogy te hogyan ö, fordultál a papság felé, hogy ez egy ilyen gyerekkori álom ah, volt te, vagy még véletlenül vagy nem? sem. Tényleg? még véletlenül sem. De gondolom a vallásos családból származol. És még ez sem igaz. Tényleg? Tehát, hogy ez hát tényleg egy kakuktojás vagyok a családban, az legyünk Ránni kell tudni, hogy eleve egy két vallású családban éldegéltem, ott nevelkedtem, édesapám részéről római katolikusok, édesanyám részéről reformátusok. Nagyszülői szinten mondjuk úgy, hogy volt vallás gyakorlat, tehát azt mondjuk, mind a két nagyanyám, ha nem is minden vasárnap, de azért két hetente elment a Szent Isten istentiszteletre, tehát nagyapák már annyira nem, ők úgy ünnepeken, karácsony, húsvét, mit én tudom, de itt ki is fújt, tehát egyébként ezzel hogy nagyjából ennyi volt. Ö, édesapám, ő, ő, hát akkoriban pártag volt, tehát ugye szóba, nem, 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 tudom, megkeresztelve, meg ilyenek, tehát nem, nem volt a szokás. Hanem majd ugye, amikor jött az a bizonyos gengszterváltás, akkor ö, lettünk megkeresztelve mindannyian, mert akkor már úgy szokássá vált, hogy akkor keresztelkedünk, és reformátusnak lettem keresztelve, mert hát. Mert, mert hát annak lettem. Én is azt konfirmáltam, és meg minden. És én is aztán konfirmáltam, mert hogy azt kell kategóriával, és akkor úgy belecsöppentem ebbe az egész egyházi mutatványba, református gimnáziumba jártam, akkor indult be frissen, hirtelen első évfolyam első osztályába voltam benne Miskolcon, és elég nagy reformátussá váltam, mondjam így. Tehát én már gimnázium mellett lejártam nagy körös a református hitoktatói képzőt elvégeztem mellett, és a többi, és a többi. És akkor jött egy, egy ilyen dolog, hogy hát megyek papnak miért mé, nem mennék hát. Engem akartak papnak küldeni a Csak, helyre, még nem lelkész, és hát mondtam, hogy hát... Köszönöm szépen, te ugyan, de... Lehet, hogy nem az utam, hát, Én gondoltam, hogy elmegyek református papnak, mert hát ugyan, miért nem ennék. És akkoriban a miskolc református püspök atya, akinek alá kért volna írni a jelentkezést a teológiára, hogy akkor én mehetek oda a sáros teológiára a református papképzőbe, közölte, hogy nem. Írja alá, de miért? Mert, és itt volt az indok, hogy az, aki minden nap katolikus szentmisét hallgat, abból nem lesz jó református lelkész. Na most, hogy miért hallgattam én minden nap katolikus szentmisét, de baromi egyszerű anyagi oka volt. Ugyanis én orgonálok is, kántor is voltam 12 éves koromtól mindig, most a katolikus templomokban minden nap van szentmise, minden nap lehet menni orgonálni, azt minden nap kifizetik. Még a református templomban heten teste van vasárnap csókol a Jolán. Tehát ugye én minden áldott reggel a hetes szentmisét leorgonáltam a zárda kápolnába, a református gimnáziummal szembe volt, és onnan szépen átballaktam a suliban. most hát mindenki tudta, ez, ez nyílt titok volt. És hát ezért nem engedett ő engem a református teológus. De hogy ennyire szétszállazódik egyébként a, a református meg a katolikus Ó, kallás. hát ugye a protestantizmus és a katolicizmus, az bár kimondjuk, hogy hú, de szeretjük egymást, meg ökumené van, meg minden van, nincs. Tehát ez továbbra is örök ellentét, kálvinista és pápista, tehát ez továbbra is, ez, így megvan. Hát ez benned fiatal korodban nem okozott csalódást? Bennem azért nem volt ebből probléma alapvetően, hogy hogy egyesztesem össze a különböző egyházakat. Azért egy nagyon nő vegyes egyházilag. Tehát ugye én jártam a katolikusokhoz orgonálni, ugyanakkor meghívtak az ortodoxok, mert a kántor lebetegedett menjek már segítsek be, Ismertük a görög katolikusokat, mert oda is jártam besegíteni kántorizálni, ismertük az evang, tehát mindig ismertünk, ott van minden. Uh -huh. Nekem ebből nem volt gondom. Nekem azzal volt a gondom, és azt nem értettem így magamba a kicsi agyacskámba összerakni, hogy a püspök úrnak mi van ezzel problémája. Tehát miért nem lehetek attól baromi jó református, hogy reggel azt a hetes misét leorganizálom. Miért, a kell, miért kell akar. ellenségeskedni nekem Tehát, ez hogy, a furcsa? Igen, ez, 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 nekem ez nem fért a kicsi agyamba, de minden esetre én ezt megoldottam daccal, közöltem a, az akkori református püspökkel, hogy ez semmi probléma, akkor leszek katolikus pap. Mm -hmm. Ez ő körülről, hogy majd te. De megsértődtél? Persze, teljesen. Üzé, <laughs> mit gondolom, majd akkor is, majd leszek katolikus pap. Biztos volt benne, hogy ezt csak így dacból mondtam. Na most ez így elhangzott ha jól emlékszem, így október. Ő azt akart elérni, hogy incsél be, hogy akkor többet nem jövök ide orgonálni, hanem csak a reformátusokkal. Igen, hogy akkor azt ott hagyom, és akkor én most nagy reformátusként, és innentől csak az, és semmi más nincs. Hát én is így döntöttem volna, hogy akkor... Nem mondtam, ezt. hogy tudod <laughs> mit, akkor leszek katolikus pap, semmi problematika. Ez így októberbe volt, és következő év január 31-én lettem katolikus, a római katolikus még azon az éven megbírmáltak, és még azon az éven már reggelben voltam reverendás kispapként a teológián. Majd, mikor jött az első hazalátogatási időnk, októberben megkilátogattam a református püspököt talpig reverendába, ma azért van bennem egy ilyen kis furka <laughs> 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 és hát szegényként, mikor meglátott a reverendába, ma majd nem lesett a székéről. Mi, mi van rajtad, és hogy? Annan püspök úr, én megmondtam. Ő ezt nem engedi meg, ő neki szüksége van ilyen emberre az egyházban, mondom, azt már elcseszte lehetőség meg volt, leszek a katolikusoké. Pont. Na így lettem reformátusból római katolikus, elkezdődött a teológia szépen. Vácon voltunk. Te várj, tehát ugye a római katolikusoknál van szoribátus, nem? Ott van, ugye várj, a reformátusoknál jár. nincsen. Így tehát, van. Tehát, hogy ez például tartott téged vissza, Ezt hogy Engem bácsel? akkor egy dolog, egy dolog vezérelt, mindenképpen pap leszek. Ha tótágastál a világén, akkor is pap leszek. Azt ne kérdezd meg, hogy honnan jött ez az indítatás, hogy ez mikor alakult ki bennem. Úgyis nem tudom megmondani. Ez egyszer csak úgy jött egy egy isteni szikra. nem tudom. Mert hogy nem ennek készültem, tehát én készültem fogtechnikusnak, én készültem, mindennek készültem, papnak végképpen. Valami jobban jó, fizető állása. Igen, egyen. tehát gondoltam, hogy ilyen, majd pénz is lesz, meg maszakolni lehet, meg mit én tudom. Ö, tehát papnak végképp nem készültem, ez egyszer csak így bevillant, és onnantól kezdve Holott eznek senki nem örült. Tehát a családban senki, a fater az teljesen ki volt borulva. Hát kész, az, az, meghalt. Az azt mondta, hogy ilyen nincs, akkor vége a világnak, és az ő családjában, az ő fia, úristen. Azt hittem, hogy ez ilyen tiszteletre méltó a családi körökben, hogy a pap akar. Bizonyos családok, nem? nálunk az ir nem. Jó anyám, ő nem azt mondom, hogy haragudott értem nem haragudott soha érte, de hogy nem értette, az hót és szerintem úgy körülbelül egy olyan, egy olyan tíz éve értette meg, és azóta örül neki. Addig úgy hát azt mondta, hogy jó, fiam, csináld, de látszott rajta, hogy igazán nem bánná, ha rögtön abba hagynám ott menni, vissza fog vagy akárhol kamiont vezetni. Tehát bármit, csak ne papnak. Tehát ugye lettem római katolikus kisfizsgáló, mentek az évek, ugye teológiai, teológia ott, Kolostor, Olaszország, mit én tudom, stb., Diakonus szentelés, ötöd év, ja, római katolikus diakónus, az még nősülhet, már lelkész, de még nősülhet. Azt még szépen felvettem a római katolikusok, ne legerbe, még diakonusra szenteltek, és a következő évet közöltem, hogy akkor ezt én most már tovább nem szeretném csinálni, mert az a szolibátusos mutatvány annyira azért nem jön be. Időközben rájöttem, hogy nem lesz ez így jó, ezt végig, végig, nem csináljuk. Félye, a nőknél egyébként vonzó, hogyha valaki papnak tanul? A röhely az, hogy igen. Ezt gondoltam. De ne ezzel Figyel, a nőknek azért van egyfajta ilyen egyenruha Tehát az legyen katonai egyenruha, rendőr, egy tűzolt papi egyenruha, mind neve egyenruhás pasi az úgy valahogy, az úgy valahogy. Egy mágnes, igen, igen az egyenruhás. mágnesként mozda. Pláne, ha még tudom azt, hogy neki egyébként nem lehet, hogy a tiltott gyümölcs legjobb. Aha. Tehát mint a mágnesre úgy tudnak tapadni, plának, mi nem én néztem ki. Tehát <gül> 20 <gül> évvel ezelőtt. És igen, szóval, és az ember az, az észreveszi meg hát azért mégiscsak. Elmondták, mert nem volt ez titok a teológián, hogy most csak azért, mert te akarsz itten nőzni. Attól nem kell itt papságot. Ó, de kedves. De ti megmondták? Mm -hmm. Hát most miért hát? Emberek vagyunk, védkezünk, nem, majd meggyógyulunk. Nem tudom, mely, mi atyánk, Persze, két mi atyánk. Együtt vözlés, azt minden tovább. Na most, akinek van ehhez gyomra, azt csinálja így. Áldja Jézus, tehát engem aztán pont nem érdekel. Én ettől őszintébb ember vagyok. Tehát én azt nem tudtam volna megcsinálni, hogy előadom a nagy szolibátusos szent közben meg mariskát is, meg a szomszéd vagy is használgatom. Ez, ez, nekem nem fért bele, tehát mondtam, hogy akkor itt ezt most befejeztük. Nézzük meg, hogy hogy tudunk ebből úgy kijönni, hogy mégis papok legyünk, de a szolibátust se kelljen megcsinálni. Ugye az első ötlet az az volt, hogy elmegyünk görögkatolikus katolikus papnak. Hát ugye nekik lehet nősülni, katolikus, katolikus, de jó, de hurá. És el is mentem akkor, az, akkor még csak egyetlen egy görög katolikus püspöke volt az országnak, drága Szilárd bácsi, tüneményes, nagyon szeretem, és, és, és örülök, hogy még ma is él közel száz évesen. És elmentem hozzá, elmondtam neki, hogy mi az én nagy problematikám. És mondta, hogy ő, hát alapvetően én állap, hogy örülne neki, ha én átjönnék ő hozzájuk. Egyetlen probléma van, hogy ezt a római katolikus testvéret nagyon szépen megoldották, hogy ne lehessen emiatt sok görög katolikus pap. Uh -huh. Csak és kizárólag az át lehet menni rögtön, de a cölibátus vonatkozik rá. Csak arra nem, aki igazolni tudja, hogy a családjában két generációi viszony voltak görög katolikusok. Tudom, ezt igaz, hogy a halvány győzön és Szilárd bácsi, utána nézünk, családfakutatás. Kutattuk, találtunk mindent. Tehát volt abba a zsidó, volt abba a székely, volt abba evangélium. Egy, katolikus nem egy volt. fél dekányi görög uh. nem találtunk. Innentől kezdve mondta a hogy átjöhet, de Szoli bácsi, hogy átihasz, de ugyanúgy, hát mondok, akkor nem megyek, nem bolondultam meg, hát azt akarom megúszni, ugye? És nekem ő ajánlotta érdekes módon, azt mondta, hogy figyelj, figyelj, azt a keresd mert nekik nincs ilyen előírásuk, épp úgy katolikus, viszont lehet nősülni. Ő megadta, hogy ki volt akkor itt a magyar katolikusoknak a főnöke, püspöke, szóval menj el, keresd, meg sőt, ő még írt nekem egy ajánlólevet is. És akkor megkerestem, és ő azt mondta az akkori püspök, hogy gyere. És akkor innentől kezdve lettem én ókatolikus. Tehát így kerültem én eleve ehhez a, az egyházrészhez, amiről annyit tudtam, amit tanultunk a teológián, hogy igen, megszülettek meg igen, 150 évvel a, ezelőtt. Az és nem lehet, csak gondolom. Hát mit mondjak neked, a, a tankönyvbe is volt mindjárt másfél oldal róluk, tehát ennyi volt a öt év leforgás, amit tanultunk róluk. Meg ugye az utolsó mondat, az kedvencem, ez régen még a wikipedia is szerepelt, amíg rájuk nem szóltam, hogy ezt húzzátok már onnan ki, mert nem igaz, hogy Magyarországon már csak, ö, hogy is volt? Már csak telefonkönyvi adat, de a telefon is a baptista teológián csöng. Ezzel lehet a Wikipédia is, és mi is így tanultuk. Miközben egyébként kiderült, hogy nem, mert hogy oké, nem nagy létszámmal, de újra alapult, és újra van, tehát aki szeretne, fel tudja előfenni a kapcsolatot. Ugye így kerültem ide, és akkor, mint ókatolikus lelkész, hát többfele szolgáltam az országban. Ugye azt is tudni kell, ugye, hogy olvastad, gondolom a tanulmányból, hogy nálunk egy civil munkát végezni. Ezt nem olvastam. Ezt nem, 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 nem olvastam. Szerintem ez az nem azért? volt benne nem? Ebben, a, ebben a cikkben. Ugye egy fontos különbség a római katolikus testvérek és mi közöttünk papságnál, hogy persze mi nősülhetünk, viszont azt kaptuk a pápától a kvázi büntetés gyalánt annak idején, hogy oké, okay, az egyház eltart téged, de már a családodat nem. Tehát minden papnak kötelességet civil munkát végezni, amiből eltartja a családját. Tehát mindenkinek van munkája. Tehát a teológiát? lehet, tanulni kell egy másik szakmát emelni? Persze, én mellett elvégeztem a meg a tanárképzőt. Te tanárként dolgozol? Így van, most ma is oktatok. Tehát ma is oktatok, mert muszáj. Tehát eleve az egyház az úgy szól, hogy ha valakinek nincsen civil munkája, hat hónapig, akkor a hatodik hónapban egyházlag is fel kell függeszem. Ugyanis még a látszatát is el kell annak kerülni, hogy megélhetési papság van nálunk. Itt vagy hivatásszerűen vagy pap, vagy akkor ne légy. Tehát csak azért, mert pénzt az azért ne csináld még ez egyébként nem rossz. Mert az előbb-utóbb megbosszulja magát. Nem akarom bántani kedves római testvéreinket, nézzük meg adott a nagy részét. Amikor csak az óráját tudja nézni, hogy ott haj, 20 perc a Tesco gazdaságos misét lezavartam, már a pénz így is úgyis is megvan. Tehát nincs időm a hívekre készült. nem váltok velük, mert, mert minek? Tehát nem hivatásból, hanem pénzért dolgozok. A papság az nem lehet munka. Az vagy hivatás, vagy akkor nincs. Ugye, tehát nálunk is így működik, Na most ebből kifől az is másképpen van, hogy amíg a római testvéretnél a, a püspök kolléga kihelyeti a papot Mucsács Aröcsögéről Tököm Göröngyösre, addig nálunk ott fogsz dolgozni, ahol a civil munkádat megtaláltad. Így uh -huh. más a más-a-más a story. Ugye, Így dolgoztam én Szlovákián, dolgoztam Komáromba, Pápán, Győrbe, itt, tudom én, kismés 600 helyen, és amikor egy új munkahely jön, ahol úgy látom, hogy a számításaim bejönnek, akkor az adott főpásztort megkeresem, hogy tud-e nekem itt a körzetbe, záros, mint 50 kilométeren belül lelkészi biztosítani. Tud, akkor tud? Az országban hány helyen vagytok jelen a az 26 helyzet? gyülekezet van ö, most kis hazánkban. Az Sok soknak a... számít, vagy ez kevésnek számít? Ö... Kevésnek számít egyébként, tehát sokkal több kellene hogy legyen, azért valamikor, tehát az, az 50-es évek előtt, ugye 52-ben szüntettek meg minket, 52 előtt Magyarországon, kis Magyarországon 480 gyülekezet volt. És miért volt le? 52-ben először jött egy tolvonással az, hogy nincs ókatolikus egyház. Ugye 52-es egyház reform azt mondta, hogy Magyarországon három darab keresztény egyház létezik, római katolikus, református, evangélikus, nét. Akkor a görögöket is megszüntették egyébként, csak ezt kevesen tudják. És szépen mindenkit beolvasztottak a rómaiak közé, aki katolikus volt, aki protestás volt, baptista, metodista, beolvasztották a reformátusba, mert hogy csak az van, más nincs. Ö, tehát itt, itt, volt az első nagy törés, a második törés, ugye a második volt, az első trianon, volt, mikor elvettek egy csomó minden. A harmadik nagy és pedig az 56-os forradalom is következményei volt, amikor nagyon sokan kimentek az ókatolikusok közül kis hazánkból, papostul, püspököstül. Ezek ma is létező közösségek. Kanadába, Ausztráliába, Amerikába ma is magyar agyarajkú -Agyar katolikus gyülekezetek élnek. De milyen fura együket, hogy a hívek ezt hagyták, hogy őket így és átpakolják. É, próbá próbáltak ők ellenkezni, mennyire tudtak szegénykeim, de hát ugye széllel szembe picit nehéz előbb-utóbb rajtad köt ki minden. Úgyhogy mondom, most 26 gyülekezetben él az egyház, itt Magyarországon három egyházterületben. területben. egyházterület az, az, nagyjából megfelel jogállásilag az egyház megyének a római katolikus verzióban. Csak nálunk így hívják. És nagyjából egy ilyen papírforma szerint 55 ezer hivatalosan bejegyzett hívővel rendelkezünk. De nem mondom, hogy ahol mész és dolgozol, ott próbálsz meg lelkész lenni. Akár úgy is volt olyan missziós körzetem, ahol munka miatt kerültem a környékre, mondta a helyi főpásztor, hogy 50 es körben nincsen gyülekezet, tehát nincs, nem tud nekem ott legi munkát adni, de ha gondolom, álljak neki missziózni. És hát, ha kialakul egy kis csoport, egy kis gyüleketet, kialakult azóta Esperesi Központ. Tehát Egyeket így... te ezt élvezed, nem? Hogy széllel szembe mész. Én Ez neked tetszik? Két. Persze, én ilyen, ilyen vagyok. Látom, hogy Figye, te is dzsungelharcos vagy. Én kos vagyok. magad előtt én a megyek. dzsungelt. Én megyek. És, és ö, persze az ember belefut a dolgokba, hogy ne futna bele. Tehát... Ültem én emiatt, bíróságon, rendőrségen, Minden, hogy, hogy ne ültem volna, persze. De, De nem probléma, valaki, hogy val valamit nem jól csinálsz. Persze, vagy? persze, meg hogy meg, megtévesztés meg, becsapja meg, mit csinál meg, mit nem csinál. Egy példa. Dunántulon, Veszprém megyében az egyik plébániámon történt meg, hogy a, a római katolikus kolléga nő mert hogy a római katolikus pap nem volt a faluban, de a környéken sem. És akkor egy a harangozó néni, hát úgy kinevezte magát papnak. Tehát ő temetett, keresztelt. És Te miért valamiket is ottan... Miért nem engedély nélkül csinálta ezt? Vagy, tehát egy volt hatalmulat? egy ilyen, valami engedélye volt, hogy azt hiszem, temetése volt valami engedélye, hogyha mégis meghal valaki, akkor temesse már el. Aha. De ennyi. De hát ő ezt úgy vette, hogy őt már is szentelték, tehát maga a nyolc osztály, osztályával. A világ egy, egyetlen női Persze, kat, Persze, persze, teljesen jó. És hát ugye borzalmasan bosszantotta őt az, hogy ott abba a faluba, hát a római katolikus hatalmas nagy templom egyébként, kiürült ilyen két-három fős létszámra, nálunk a kápolnát meg nem győztük bővíteni, mert nem fértünk el. És akkor jött egy ilyen kis kósza ötlete, hogy ez csak azért lehet, mert a kedves hívek, akik oda járnak hozzánk, azt hiszik, hogy a római katolikus kápolnába mennek, tehát mi megtéveztük a kedves jó hívek, ránk hívta a rendőrséget. És se felejtem, mert jön a két rendőr, engem keresnek, mondom, megtaláltak, hogy hát akkor itt a megtévesztés, és mit én tudom, nem, semmi gond, menjünk le a kápolnába. Lementünk a kápolnába, most úgy képzeld, hogy a kápolna bejáratánál, az utcáról bejárat, hát az a monitor négyszer, egy a hatalmas tábla, ekkora marhabetűkkel kiírva, hogy község neve, Jézus szíve, ókatolikus kápolna. Bejönnek a rendőrök, ott megy el mellette. Bejönnek, azonnal minden papírt mutassak, hogy akkor mert hogy a hívek nem tudják, hogy hova vettek, mondom, maguk tudják. Hát honnan tudjuk, úgy néz ki, mint egy katolikus templom, mondom, ott jöttek be a belállatnál. Tényleg? Menjünk, kinézzünk, meg elolvassa. Szóval nem olvasták el, igaz, de hát végül is akkor ez nyilvánosan mindenki tud. erről beszélek. Tehát folyamatosan mindig van valami, Aha. mindig van. Tehát, nehezen nem érzgetik. Tehát nehezen nem érzgetik, hogy 50 év után újra vagyunk, és azt meg még nehezebben nem észketik, hogy a mai kor embere hamarabb talál meg minket, mint őket. Mert őt teljesen rosszul vannak. De nem probléma, tehát hadd had legyen, tudod, teher alatt nő. Az Na, a bizonyos nem spárra. akarok állna lenni, de nekem ez teljesen megdöbbentő, hogy a, abban, a, abban a közösségben, a hit, szeretet, elfogadásról van szó, konkrétan itt gyilkolják egymást mm -hmm. a közösség. Tudod közösségek. meg, a királylány fent van a toronyba. Az... Tehát momentán most azt mondtad el. Azt mondtad, hogy nem akarok állna lenni, de nekem ez megdöbbentő. Hát még hiszel a mesékben, nagyon szép dolog egyébként. Nem, tehát gyakorlatilag szerintem pont akkor, amikor múlt vasárnap lent voltak a rokonságot, pont erről prédikáltam hogy egy ház lenne, így is hírek, hogy egy. Most ehhez képest nem egy van, kismillió és 600. Amivel még nem volna semmi probléma. Na, de elvileg az egy házat a szeretet kéne, hogy összetartsa. Megint csak a Bibliában hát, mondom, nem én találtam ki. A közös nevező az Isten hit Igen, tehát a Szent egy, egy Isten hit, a szeretet összetart minket, de jó. De van itt összetartás? Van, van ugye minden évben egyszer. Január első hetében van az ima Hét. Olyankor összeborul mindenki a Kávintéri templomba, meg a Bazilikába, ott van 68féle egyháznak a püspöket, nagyon szeretik egymást, ölelkezünk, csókolózunk, de már itt sem mindenkit, mert mindenkit nem hívunk, meg, például engem sose hívnak meg, tehát a mi egyházunk ebből de, is kitaszítva. Mi igen. ki vagyunk taszítva, köszönjük szépen. Ne szeretjük egymást. Ú, utána megszeretgetik egymást, és következő itt egy kanálvízbe akarják egymást megfojtani. Egész éven keresztül, következő jönnek, akkor megint szeretjük egymást. Ez a kirakat. Uh -huh. Tehát a teljes kirakat. Ami egyébként egyetlen egy alkalommal akartak minket meghívni egy ilyen ökumenikus bubánatra. És felhívtam a evangélikus kollégát, és mondtam neki, mondom, no, ide figyelj, most egészen őszintén az, hogy mi egyébként egymást ismerjük, és jóba is vagyunk. Civilbe. Ugyanakkor akarsz te ott velem egy oltárnál állni? Mint püspök a püspökkel? Azt mondja, őszintén, én akarnék az egyházon, viszont nem akarná. Na mondom, akkor minek csináljuk a cirkuszt? Minek? gyere el hozzám a templomba, mert én mellettem bárki állhat. Állt itt mellettem. Zsidó rabbi, állt itt mellettem. Muzulmán buddhista szerzetes. Én bárkivel nagyon szívesen. Viszont az őszinte is. És nem akarom megfolytani a következő éten. Ugye a Ókatalikus a neve az egyházatoknak, és ugye az ó az, azt is jelenthetné, hogy é, nagyon régi, bigott, abszolút ilyen nem tudom, földhöz ragadt vallásról van szó, ezzel szemben ti egy liberális vallás így vagytok van. valójában. Ugye például a Ricsi temetésén állangzott tőled az a mondat, hogy hogy mindenki követel bűnöket, hogyha ez nem így lenne, akkor angyalok lennénk. És, és ez így így szerintem ez az egy mondat, ez tök jól jellemzi a, a, a mai világot. Milyen értékrendek szerint prédikáltak, milyen értékrendeket követtek ti az egyházban? Én azt szoktam mondani papjaimnak is, diákjaimnak is, hogy egyetlen egy értékrend létezik az egyházban. Az pedig a Biblia. Pont. Csak a Bibliát, és nincs más. Bibliát kicsit máshogy értelmezik, nem a különböző egyházakban. Most az a gond, amikor elkezdjük a Bibliát saját szánkézünkre formálni. Nem kell formálni. Az szóval olyan szépen leírták, baromi régen. Az szóval olyan jó működik. Nehány ezer éve. Köszönjük szépen. Nem szabad kiforgatni azt úgy, ahogy leírták, értelmezni kell tudni. Arra is figyelni kell, és itt szokták elrontani nagyon sok különböző egyházfelekezet, amikor kiragadnak egy-egy mondatot, egy jó minden ünnen, És azt haszajkózzák, hogy mert az van megírva, hogy meg van írva, hogy nem tudom, mi van megírva. Igen, csak ha megnéznénk, hogy és előtte, és utána, mi van megírva, akkor mindjárt teljesen más jelent. Mi egységben nézzük a Szentírást, és az egyetlen törvény alapján ítéljük meg a Szentírás minden egyes mondatát, amit azt a temetésén semlítettem, hogy egyetlen törvényt adott Jézus, szeressétek egymást, pont. Nincs más. Nem adta azt, hogy ne egyél húst, nem adta azt, hogy ne légy meleg, nem adta azt, hogy mit ne csináljál, szeressétek egymást. Ennyi a törvény. Mindent ezen a szemeken keresztül kell nézni. A Biblia minden egyes mondatát és szavát. Ennyi az értekrendünk. Tehát, ahogy mondtad is, hogy nagyon sokan gondolják, és valóban így van, hogy az ókatolikus egy ilyen megkövült, nem tudom, mi a bubánat, Igazság szerint a név arra utal, ugye ezt annak idején sokadik Piusz adta nekünk ezt a nevet, ott a zsinat után, mert hogy mi hitvalló őseink azt mondták, hogy menjünk vissza a gyökerekhez, ahhoz az őskeresztény közösséghez, amikor a pap, így az apostolú tudja még akkor, az egy volt közülük. Nem egy ilyen elkülönült valami fú, félisten, hanem egy volt közülük. Amikor úgy nézett ki a, a Szent Misa, az Isten tisztelet, hogy ha kérdése volt, feltette közbe. És miért ne? Hát azért vagyunk ott, hogy. Az egyébként van? Hogy ne lenne? Kölle? Láttad volna például most vasárnap a búcsúi szörnyűségét. Hát állítom, a hívek többet beszéltek, mint én. Mert. Ez egy ilyen közgyűlés de... tulajdonképpen Igen, majd, De most hogy nem. azért vagyunk. Kérdezzél, engem adod ad ide ide, ide jó, isten, hogy próbálják neked válaszokat adni. És akkor ugye ez nagyon szépen működik. Tehát ide visszamenni, ahol az apostolok dolgoztak, nem voltak eltartva. Ide visszamenni. Tehát ahol az apostoloknak volt feleségük, a Szentírásban is volt felesége. hol siklott ki akkor egyébként az egyház szempontjából? É, tulajdonképpen ott siklott ki, amit elég gyakran el szoktam mondani szemlisében is, hogy amikor valahova a pénzbe rakja a lábát, ott előbb-utóbb minden más borul. Tehát megfertőzte a pénzt. Megfertőzte. És erre azért figyelmet a Szentírás is, ugye már az Ószövetségben is, de az Új szövetségben is, hogy vigyázzam a monnal. Mert a mammol előbb-utóbb megöli a lelkedet. És ezt lehet látni. Ugye így siklott ki valamikor ott nagyjából a 800-as évek dereken, amikor már elindul a pápai hatalom, a vagyonszerszés, amikor már annyi vagyonom van, bár még nősülünk orvérzésig, hát a pápának is 7-8 gyereke, de már annyi vagyonom van, amikor már azt örököltetem is tovább a gyerekeimre. Már most az egyházi, már az enyém. És onnantól kezdve már a gyerekemet hat évesen kinevezem bíborosnak. És hát lesz, ez gondolom a hívektől beszedett dolog. De hogy egyértelmű, oda. és a hívek ti adjatok, mert szent van. Tehát amikor ide eljutunk, na akkor borul minden. Utána mindig jönnek valaki, akik megpróbáljuk megtisztítani, már rájönnek, hogy ez így nem működik. Lásd, egy Assisi Szent Ferenc 1200-es években azt mondta, hogy ez így nem megy, tisztítsuk. El is kezdtek, nagyon szépen elkezdett tisztulni az egyház, de legalábbis a Ferences közösség megpróbálta megmutatni azt az utat, hogy meddig is, megint egy pár száz évig, amíg oda is be nem jött a pénz. És nézd meg a mai Ferences atyákat, nem bántom őket, Isten látja a lelkemet. Tek menj el a Ferenciek terélék Budapesten az egész tira az övéké. Ők adják ki bérbe a kávézót, az éttermet. A... Tényleg? Igen, az övéké, ő tulajdonképpen. Az egész belső az összes üzletet odafizetnek a szent szegény szerzeteseknek. Érted? Berakta a pénz a lábát, és onnantól kezdve az már nem ugyanaz lesz. Szegény Szent most eljönne megnézni, hát visszafeküdne a koporsójába. Aztán jött a következő Luther Marci bácsi reformációjával, azt mondta, hogy nem jó, menjünk vissza a gyökerekhez, és elkezdte, és szépen indult, és jól. Nézd meg, mi van ma az evangélikusoknál. Luther Marci fel kellene, az is visszafeküdne aludni. És így sorba-sorba, és én abban az egyben reménykedek, hogy ugye nekünk 150 évvel ezelőtt indult meg ez a megtisztulási folyamat. Abban reménykedek, hogy talán meg is fog maradni. Nem mondom azt, mert akkor álszent lennék, hogy a, a mi egyházunkban nem jött be a pénz. Nem Magyarországon, mert itt aztán nem. De, de, de külföldi régiókban, ugye, ahol me, nem is szűnt meg, tehát ott folyamatosság is megvan. Volt. Tehát vannak olyan régiók, ahova begyűjtött a pénz, azt is lehet látni, hogy meg is rontotta az ottani egyházat és közösséget a pénz. De hála jó Istennek, hogy a, a mi püspöki zsinatunk nagyon odafigyel erre. Éppen ezért ezek a közösségek fellettek szólt van, hogy vagy visszatérnek az eredeti ókatolikus lelkiséghez, vagy ki lesznek rakva, lettek kirakva a nemzeti egyházak. Mert a a igen az ellenőrzés az, hogy igenis mi ettől vagyunk másak, tehát vagy ezt meg tudjuk tartani, vagy akkor tulajdonképpen menjetek vissza rómainak. A prédikációban te. Elmondtál egy gondolatot, ami hát nyilván meg voltam hatódva az eseményen, de hogy szerintem én ott sértem el magamat, annál a gondolatnál, amikor azt mondtad, hogy hogy Isten szeret téged, mindenkit, hogyha te tiszta szívvel, szeretettel tudsz adni egy pohár vizet a szomjazónak. És ez ennyire ja. egyszerű. Tehát, hogy nem, egyszerű. Nem, nem, kell, nem kell a világot megváltani, és nem tudom. Nem, mert nem a mi dolgunkat, hogy megcsinálta. Köszönjük szépen. Tehát nem kért tőled semmit. Egy dolgot kért szerest a másikat. Gyakorlatilag, hogyha ha tényleg odáig el tudtál már jutni, hogy észrevetted a másikomat, és adtál neki csak egy pohár vizet is, már pipa. De tényleg nem kell több. annak idején... Ez nagyon fontos gondolat egyébként, mert tényleg a többi egyház szerintem nagyon sokat várná el a fú, híveitől. De minek? Pedig erre azt mondja pont a Szentírás, hogy minek rakjak rájuk nagyobb terhet, mint amekkorát el tudnak viselni. Nem én mondtam, Szentírás mondta. Ami ő, ugye nekünk a, a, a hatodik kerületi kápolnánknak a védőszentje Szent Teréz anya. Szent Teréz anyának volt egy gyönyörűséges mondat, amikor átvette a Nobel-díjat. Miért forró, hogy nőt választottak védőszentnek? Ez is ritkaság, nem? Ez is ritkaság, és nem véletlen. E, azt mondta, hogy nem tudunk és nem is kell nagy dolgokat tennünk. Kicsi dolgokat, de azt hatalmas szeretettel. Mert ennyit vár az Isten, semmi többet. Egy ölelést vár el, egy mosolyt, egy pohár vizet, nem mást. Nem kell neked vinni az egész világnak a terhét, a bánatnak. Azt majd ő már eltipelgette ott a golgotára. Nem a mi dolgunk. Természetes, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy mindenki a saját körülményeinek megfelelően adja azt a bizonyos pohár vizet. Elmondok egy gyerekes példát, az, az komolyan olyan volt, hogy nem vagyok egy bőgős ember, de ott azért még én is el bőgtem magamat. Ez még a 8. júliusi kápolnában történt. Egy ö, pápa melletti anya otthonunk van, és ott volt elég nagy gond az önkormányzattal, meg akarta szüntetni, ki akarta őket rakni, stb. Vagy különben vegyük meg az épületet, stb. Nem tudja, mi a bánat volt. Az. És akkor beindítottunk egy országos gyűjtést, ja, egy hónapunk volt rá egy országos gyűjtés, és gyerekek voltak tényleg ezzel a határidővel. Tündériek ilyen. voltak. A gyerekek, akkor most van egy hónapunk arra, hogy szedjünk össze 24 millió forintot, különben akkor az a 14 család, 14 anyunkkal és x mennyiségű gyermek, akkor az úgy mehet a mellett. Ez igen. És tegyem hozzá, hogy ott a pénz, egy hónapra forgálásra, a hívek összeadták, és mondom, tényleg valóban kinek mennyi az a pohár víz. Volt, aki egy millió forintot, mert volt neki. De ami az igazán nagy volt, van egy asszonyka, hát legalább tíz éve hozzánk jár Szent egy hajléktalan nő. Tehát tényleg haj, utca. Hm. Tehát egy hajléktalan nő. Ráadásul még mozgáskorát adott is. Tehát amit el lehet róla képzelni, szegényt verte a jó Isten rendesen. És utolsó nap jött le a templomba, utolsó vasárnap, azt mondja, várjál, atyus, mondom, mi van a azt mondja, nekem ennyi van, de ez ad nekik oda három forint. Mondom, Anna, az Isten megálljon. Te már az utcán laksz. Azt mondja, igaz, de én még ezt összekódultam nekik, hogy nekik legyen. Ők ne menjenek az utcára. Na, valahol itt kezdődik a kereszténység, tudod? Tehát az, amikor a te magad szintjén, amiben csak tudsz, az utolsót is odaadod. Önzetlenül. Igen. Mert erről kéne, hogy szóljon. Erről kéne, hogy szóljon. És valóban semmi más, ahogy mondtam is, nem fogja érdekelni az Úristent. Pont nem fogja, hogy hányszor mentél Mária Pócsa érden meg vissza. Nem fogja ide. Mert az neked volt fontos, nem neki nem fogja érekelni, hogy hányszor voltál templomban, naponta hány rúzsafüzért morzsoltál végig, mert megint neked fontos, nem neki. Neki egy fontos, az az egy szem törvényét betartotta, de hogy szerest embertársát, mint saját magadat. Ennyi. Ennyire egyszerű. Ennyire. Szerintem egyébként nagyon sokan azért nem gyakorolják a vallást, meg azért fordulnak el tőle, mert tényleg hát, mert... azt gondolják, hogy az életüket oda kéne adni az egyháznak ahhoz, hogy egyáltalán bármi bármiféle szóba álljon bele, majd, majd esetleg fele, a kapuba Szent Péter, nem a jó Isten, oda igen, jutunk. Abszolút. Igen. Vannak ilyen egyházi Szerintem tabu témák a mainstream egyházban, legalábbis amiről kicsit ilyen felemásan beszélnek, vagy abszolút elítélik őket. Ezeket szeretném majd megkérdezni, hogy mit, jó. mit gondolsz róluk, de előtte még van egy kérdésem. Az egyik ismerősömnek a kolléga nője, nem magyar nyelvű, úgyhogy ezért, ezért ismerek róla beszélni uh -huh. név nélkül, ő egy nagyon mélyen vallásos hölgy. Hozzáment, illetve első férfiához, egy szintén vallásos úriemberhez, gyermeket szerettek volna, stb. Az úr, az úriember nem dolgozik, kvázi élősködik a uh -huh. hölgyen, és ráadásul veri otthon a nőt. Ó, oh, legjobb. Igen? És a hölgy pontosan a vallásra és a, 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 a vállásnak a, a elítélésére hivatkozva nem Ez lép tűnik. ki a kapcsolatból. Uh -huh. Ti mit gondoltak az Na ilyen helyzetekről? Figyeire. Először is nem akarom megbántani ezt a hölgyet, de hogy értelmi színvonalodtam valami gond van. Tehát, hogyha engem vernek, nekem van egy rossz kapcsolatom, akkor ki kell lépni melyik az az isten, melyik az a szerető isten, aki elvárná tőle, hogy ebbe benne maradjon? Ez szerintem nem. Na, az el... nem az én istenem. Hm? Egy. Kettő. Igazán, itt nem a társadalmi megítéléstől fél az illető, szerinted? Tehát, hogy a, a, az egyház közösség többi tagját az megszólja. Igen, tehát ettől félnek. Ez a, ez a sok. Ezzel tartják sokba az ilyen típusú emberkéket, akik azt hiszik még mindig, hogy az egyháznak kell megfelelni. Nem az egyháznak kell megfelelni, csak a jó Istennek. Egyébként, hogyha ha valaki valóban megnézni a Bibliát, ma az szépen le van minden írva, mindig ezt mondom, mert tényleg így van. Ó, szövetség. Mózes megengedi, hogy levelet adjatok ilyen esetben. Tehát már az ószövetségben nem. Jézus Krisztus, megyünk új szövetségbe. Itt is azt mondja, hogy, hogy amit Isten egybekötött ember szét nem választhatja. Az ember nem is, de az Isten bármikor Éppen ezért ott is leolvassuk Lukács Evangyimába, hogy oda megy hozzá egy nő, hogy már hét férje volt. És mondja Jézus, hogy oké, okay, most legalább boldog vagy. Igen. Hurá. Tehát nem várja el az Isten. Itt nem vár el. A mi egyházunknak a hivatalos tanítása egyébként az, bár tegyem hozzá a római katolikusoknak is van egy, egyik része, legalábbis hát náluk is megvan, kánonjogilag, hogy ilyen esetben például maga a helyi plébános megteheti azt, hogy egy saját hatáskörben, hogy úgymond ágytól és asztaltól elkülöníti a házastársakat. Tehát engedélyt ad arra, hogy elköltözzön, tehát mintha kvázi elváltak volna, akár polgára is válhatnak, és az egyháznak, még a rómainak is semmi, de semmi problémája nincs. A rómainak akkor lesz ezzel problémája, amikor esetleg adott hölgy megismerkedik egy másik úriemberrel. Na ott a rómainak már problémája van, mert hát te még házas vagy, mert ugye egyházi vállása az nincs, és töttöröttöröttörött. Mi egyházunk azt mondja, hogy mivel az Úristen kötötte egybe ezt a házasságot, Éppen ezért ő bármikor fel is oldhatja. Ki vagyok én, hogy szebben menjek az Úristen akaratával? Ha tényleg nem működik egy dolog, és egy kapcsolatban többet sírsz, mint nevetsz, akkor annak ott vége van. Ezt be kell látni, hogy az Úristen jeleket adott arra, hogy ez itt tovább nem működik. Nem lesz leszel egészséges lelkileg, sőt testvek se. Tehát kész, elválunk egymástól, mint tártól a levél. És utána az Úristen bármikor adhat neked másik szerelmet, és akkor megint ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy nem eskedlek meg, és nem adom rád az Úristen áldását, hát de hogy nem. Akár hányszor is. Egyetlen dolog van, ugye egyháziogilag nálunk, hogyha mondjuk különvált ez a hölgy, mondjuk az emberkéttől, megismerkedtek gipsziakabbal, gipsziakabbal, akár már polgerülök meg is esküdtek, legalább öt évnek el kell telnie, ami bizonyítja, hogy valóban az Úristen akarata volt ez, hogy ők nekik egymásra kell találni, és öt év eltelt, jöhetnek is eskedtem őket boldogan. Tehát ugrálni jelent. nem lehet. Az nem ugrálunk, értelmszerűen, tehát nem ez a cél, hanem pusztán az, hogy nem akarok én dönteni az Isten helyett. Uh -huh. Mert én csak egy pap vagyok. Tehát ennyi az álláspont okay. a válásról, gyakorlatilag. Oké. A celibátusra beszéltünk. Igen. Liberális felfogással, meg gondolom, hát azzal rendelkezel valójában, hogyan vélekedsz arról a helyzetről, amikor mondjuk a pápa megszegi, Igen. és mondjuk elintézi a dolgot egy gyónással, vagy egy nem tudom mi, mi atyánkkal, és hogy gondolkozol arról, hogyha mondjuk minisztáns fiúkkal Igen. szegi ezt meg, nyilván celibátus az nőtlenség, tehát hogy tulajdonképpen nem szegi meg ilyen Igen. szempontból, tehát nyilván ez egy elítélendő dolog, legalábbis az én nézőpontomból Igen. nem tudom, hogy te, hogy gondolkozol róla. No. Hát ugye először is onnantól kezdve, hogyha ő vállalt valamit, lásd a Szolibátus, és megszegi, mert meg fogja szegni, mert férfiból van, és vér benne. Tehát ezért nem is kell vállalni. Ez törvényszerű szerinted? Ez törvényszerű. Aha. Törvényszerű. De figyelj, a jó Isten így teremtett meg minket. Tehát a jó Isten úgy teremtett, olvasd a teremtés könyvében, ah. azt mondja, rögtön, mikor Ádámra ránéz, Csóri ott fekszik a fügefa alatt, hogy lásd, nem jó az embernek egyedül. Hát ha hagyjunk mellé társat. Ott megcsinálja évikét, ugye. A teremtés kezdete óta úgy vagyunk kitalálva, hogy társas lények vagyunk, Igenis, szexualitással vagyunk felvértezve, ami egyrészt kell a szaporodásunkhoz, másrészt kell a feszültség feszültséglevezetéshez, másrészt kell a szeretet, testi megéléséhez, és még sorolhatnám, hogy mi minden. Én, hát szerintem, tehát hogy most nem akarok ilyen közönséget, de masturban is a lehet valójában a. A, a római katolikus egyház szerint nem, és ezt is a Bibliára hivatkozik, pedig ott nem is arról volt szó, na mindegy, majd erre is kitérek. Tehát igenis, erre szüksége van az embernek biológiailag is, és lelkileg is, legyünk őszinték. Na most éppen ezért, amikor már kimondta, hogy celibátusban fog élni, már ha tudott igazság szerint, úgy sem, tehát nem lehet megoldani. De próbálkoznak, és vannak tényleg, akik próbálkoznak, és, és tisztelembecsülöm őket ezért. Tévedés nelség. Ismerek nagyon jó római katolikus kollégákat, akik megpróbálják, elbuknak közbe-közbe, de tényleg nagyon ritkán, mert tényleg próbálják ezt megtartani ha elbuktam, akkor jön ez ugye, hogy akkor elmegyek a másik kollégához gyónni, aki ugyanúgy elbukott ugyanebben a mutatványban, és akkor egymást meggyóntatjuk, feloldozzuk, két miatyánk atyánk együtt vözli, és akkor mehetünk tovább. Na ez itt nekem nem fér bele. Ö, azt nem mondtam, itt nálunk a mi egyházunkban, persze a gyónás az létezik értelemszerűen, hiszen Jézus adott szentség, viszont nem ebben a formában, mint a római katolikus testvéreknél. Tehát egyrészt pont nem érdekel, hogy ki milyen bűn követett el. Tehát nem vagyok egy kíváncsi alkat. Ha akarja, mondja, és nem akarja, nem mondja. Annyit mond, hogy csak védkeztem és oldozva, hogyha fel leszel oldozva. Ugyanis ha eljutottál arra a szintre, hogy egyáltalán te kéred a feloldozást, az feltételezi, hogy valamiféle bűnbánat van benned. Különben nem is jönné gyónni. Azt mondod, hogy el megtörtént, megtörtént, Jézus. De valahol mégiscsak zavar, és azt mondod, hogy... A feladodás után viszont, hogy én tőlem még az elmúlt húsz évben senki nem kapott két miatyánk egy üdvözlél, az hót biztos, mert azzal nem lesz feloldozva. Azzal nem lesz elégtétel. Az elégtétel, ugye a penitenciának az lenne a lényege, hogy saját magamat valamilyen módon jobbá tegyem, hogy ugyanezt a bűnt még egyszer lehetőség szerint ne kövessem el. Vagy hogy eleve olyan bűnről van szó, amiről pontosan tudom, hogy el fogom követni, és a pap is tudja, mert nem hülye, uh -huh. Akkor viszont egy olyan fajta elégtételt szabok ki az illetőnek, amivel másoknak tud valami jót tenni. Hogy mégis kompenzáljuk a kvázi ö, rosszat jóval. Jóvel. Tehát e, eddig fér bele nekem a gyónás, az nem fér bele, hogy kipipáltuk a két miatyánk, és holnap megcsináljuk újra. Ez nem. Másik kérdésed, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem a kántornénivel követi el a plébános kolléga, hanem mondjuk tesszük fel egy minisztrás fiúval. Itt megint ketté választanám azért a dolgot. Ugyanis, mi van, hogyha az a minisztrás fiú az mondjuk 18-20 éves, és mondjuk ezt már van is, mert éppen nagyon bele van szerelmesedve a plébános bácsiba. A plébános bácsi is beszerelmesedik, mindenki boldog kép megtörténik, ha meg, meg kell de Jó, történni. de hát ezt a szerelmet, ezt az egyházuk nem engedi valójában. É, na most itt megint, megint, megint gond van. Ugye a római katolikus testvéreink azt mondják, hogy fúj, mert hát ha meg van írva, hogy meg van írva. Valóban Ószövetségben olvasunk ilyet, hogy férfi van ne háj, úgy, mintha asszony a hánál, mert bűn, meg izé, meg utálatosság, meg Valóban meg van írva, méghozzá a törvények és szokások felsorásánál, ahova az is meg van írva, hogy ne egyél disznóhúst, meg az is meg van írva, hogy most megkönnyékig a kezedet minden nap, mikor hazaérsz, meg a lábadat. Kíváncsi lennék én arra, hogy a disznóhúst megeszik-e a kedves kollégák, és megmossák-e a is, vagy az egész szabályrendszert betartjuk, vagy nem ragadunk ki belőle egyet. Ez az egyik. Mert viszont az új szövetség, és elvileg abba élünk, az új szövetségben azt olvasjuk, ugye Szent atyánk Galatákhoz írt levelében ír erről, mint paráznaság, állatokkal való paráznaság, stb. egy görögötnél, volt minden, ugye, hát neki kirogadott orvészésig. <laughs> ők meg azért nagymesterei voltak ezeknek a nagy dolgoknak. ez volt ott minden, mint a bucsuba. És ugye ott felsorol sok mindent, hogy ugye ezt is látta, azt is láttam, azt is látta, nem örül neki. Próbáljátok meg ezeket elkerülni. De úgy már nem teszi hozzá, hogy bűn. Ugye a különbség? Amíg az ószövetség tiltja, de azt is nézzük, hogy miért tiltja. Azért, mert akkoriban, ugye ott a Palesztina vidékén ez egy teljesen bevett dolog volt. Tehát a biszexualitás volt a elfogadott és normális. Viszont ugye nagyon sok betegség terjed. Ne felejtsd el, hogy melyik országban vagyunk, milyen hőmérséklet lesz, stb. 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 tisztálkozás. És milyen orvos tudomány. Így van, tehát sok mindent vegyél hozzá. Mit láttak az akkori zsidó proféták? Az, hogy azok a népek, akik így a filettüket, sorra halnak meg a férfiak. Ki a bánat fog háborúzni. Tehát ez nem fog működni a sztori. Maga a körülmetélkedés is innen jött. Tehát azt is látták, hogy sokan halnak, meg nem volt körülmetélkedés, nálunk nem halnak meg a férfiak, tök jó, Isten velünk van szövetségére. Ugyanígy jött ez is be, hogy egyrészt a népnek fent kell maradni, és szaporodnia kell, mely picinke nép került be oda kánaámba. Másrészt megkerülzünk a férfiainkat ahhoz, hogy ha megtámadnak, tudjunk védekezni. Pusztán az összes ilyen, tehát 460, akárhány ilyen előírás, mely között ez is szerepel egy fél mondat erejéig, van leírva, ennek a 90%-át, ha megnézed, erre megy ki, uh -huh. hogy a nép megtartó ereje legyen. Tehát nem feltétlenül vallási. Hát ez egy irányított sorban, helyzet így igen. Van, igen. Már az Új Szövetségben Szent Pál, ő konkrétan vallási szempontból mond el dolgokat, és mondja például ezt, hogy Hát látod, hogy ezt csináljátok, hát jó, hát nem, nem, nem szép dolog, meg ő, ő ezzel nem tud úgy igazán mit kezdeni. Próbáljátok meg elkerülni. Ennyi. Ugye, hogy mennyivel másképp néz ki a dolog? Tég volt persze. És mégis erre az egy mondatra hivatkoznak a nagy történelmi egyházak, hogy emiatt fúj melegek. Na visszatérve az én témámra, tehát ha mind a kettő boldog ettől, ám csinálják. Pontosan annyira tartom bűnnek, mintha Mariska névált csinálja, mert ő kötött egy fogadalmat. Abban az esetben, hogyha a minisztrás fiú még nincs 18 éves, vagy akár van is, de ő aki nem akarná ezt a mutatványt, na abban az esetben jön be nálam az a dolog, hogy plébános bácsinak a szerszámát tőből levágni. Mert azt viszont semmilyen körülmények között. És ez lehet, hogy minisztrás fiú, és lehet Mariska is semmilyen körülmények között nem elfogadható számomra, hogy valakit bele kényszerítek, akár egy szexuális együttlétbe. Mert azt nem. Azt nem. A szexualitásnak mindenképpen örömszerzőnek kell lennie. De oké, okay, te nem fogadod el, de Isten elfogadja? Egyébként Isten sem fogadja el azt, hogyha erőszak történik. Azt nem tudja elfogadni. Azt az egyet nem. Azzal a jóistenesre lesz semmi baja, hogyha mindenketten akarják, és mondjuk a minisztrás az fiúcska. Mind a akarják, mind a kettő boldog, és nem olyan fiúcska, aki nyolc évesen felfordulni, mi történik vele. Tehát nem olyanról beszélek értelemszerűen. még nem hatalom miatt csinálja. És nem a hatalom miatt, nem tehát a hatalom hatalom miatt meg miatt? nem azért, hogy már meg van félemlítve, meg nem azért, hogy mit tudom én, felvegyék az iskolába. Meg pont azért, mert hogy így fog megtérni, vagy nem tudom. Igen, ne fel, hogy... vagy akármi bánat hanem valóban, valóban ö, a személy iránt való vonzalom miatt megy bele a dologba, azzal még a jó semmilyen baja. Méghozzá azért, mert ha hiszem és vallom, már pedig elvileg azt van leírva, megint csak a Bibliára hivatkozok, hogy mindent és mindenkit az Úristen teremtett, és a teremtés végén azt olvassuk, hogy látja Isten, hogy amit teremtett, az jó, akkor Isten teremtette a meleget melegnek, a heterót heterónak, az mind a kettőre azt mondta, hogy látta Isten, hogy az jó. Akkor ki vagyok én már megint, hogy szembe menjek az Úristen? Ha ő azt mondta valamire, hogy az mehet. De ja, most ezt, ezt így megalgottam. Csavar kérdésem a történetben, viszonylag sok transznemű vendég volt a, a podcastben. Így van transzneműségről mit gondolsz? Te nekem rengeteg transznemű ismerős van, most kaptam a tolerancia díjat például, most vettem át pár hete. Amandától? Persze, tehát Amandát én ismerem kb. 25-30 éve, ő is Miskolci, akkor még Zoli volt. Ö, tehát mi nagyon régóta ismerjük egymást, és én rengeteg transzneműt ismerek. Megint csak azt mondom, hogy az, aki érzi magában és szentül megvan arról győződve, hogy itt valami elsiklott, ott a teremtéskor, az ő megalkotásakor, akkor tegye meg. Semmi gond. Az egy másik dolog, hogy tehát ebből biztos, hogy jó Jóistennek nem lesz semmi problémája. Egy másik dolog, hogy vajon az Úristen miért teremtette őt ilyenné? Mi ezzel a cél? És biztos, hogy cél van. Egy cél nélkül semmit nem csinál a Isten. Én azt szoktam javasolni, több ilyen ismerősöm van, meg megkeresnek a világ minden pontjáról ilyen kérdésekkel, hogy először is, mielőtt elrohansz magadat megműtetni, először próbálj már meg rájönni, hogy mi lehetett ezzel a célja az Úristennek, mit akar ebből kihozni. Biztos, hogy nem az, hogy te szenvedjél, tehát ezt a részét felejtsd el. Tehát nem az van, hogy jók teszed velem a Jóisten. Nem. Mert ő nem ilyen. Valami célja van, valami oka van. Ő, például Amandánál annak idején én mondtam neki, hogy te is találd meg a célt. Ő megtalálta neki, az lett a cél, és azért adta neki így a Jóisten, hogy felvállalja az ilyeneknek, ilyen típusú emberkéknek a dolgait, legyen egyfajta közvetítő, megvan hozzá minden tehetsége. Jó nagy szája van, mindenkit elküld a világ végére. Tehát megvan hozzá minden adottsága, és értelemszerűen akkor tudsz leginkább kiállni egy bizonyos közösségre, ha te magad tagja vagy annak a közösségnek. Tehát meg lett a cél, csinált meg, kész, éj boldogan. Először a cél talált meg, mert annak viszont nincs értelme, hogy öncélúan operáltatom át magamat. Annak nincs értelme, mert biztos, hogy nem az volt a célja, jó Istennek. Ennyi. Még egy nagyon fontos téma, amit szeretnék érinteni, mert szerintem sok embert érint a nézők közül is, ez pedig az abortusz kérdésköre. Mit gondoltak az abortuszról? Az abortusz talán egyik legkényesebb kérdés az anyaszent egy végén. Mindenütt. Mindenütt, nálunk is egyébként. Ö, ugye azt le kell szögni hogy az abortusz alapvetően gyilkosság. Tehát ezt, e, ezt nem lehet másképp mondani. Ugye hitünk szerint a teremtést azt az Úristen részben átadta az embereknek, azon a bizonyos alkalommal a pár percben megalkotjuk gyermekünk testét. Abban a pillanatban, ahogy az a gyermek megfogan, abban a pillanatban, hogy belerakja a lelket. Honnan tudjuk, hogy ez így van, onnan tudjuk, mert hogyha ez nem így lenne, akkor minden egyes szexuális együttlétből gyermek lenne, mert tudjuk, hogy nem. Vajon miért nem? Nem csak azért, mert védekezünk, ha nem védekezünk se lesz mindegyikből gyermek. Miért? Mert nem adott bele az Úristen lelket. Amely lelket ad, na abból lesz terhesség és gyermek. Mm. Tehát gyakorlatilag az első pillanattól önálló identitásnak tartja a Szent Egyház. Ez eddig mindenki egy, egy, egységes. Éppen ezért abortusz fúj. Na, a mi egyházunk egy picit azért ebben sem ennyire radikális. A mi egyházunk azt mondja, hogy ugye először is, sőt, először is, mi egy házunk megengedi a fogalmazásgát lát. Római katolikus testvére például nem engedik meg azt se. De azért abortus se legyen. Szóval eleve mi azt mondjuk, hogy nyugodtan. Tehát azért van a tudomány, feltalálta a különböző szereket, használjad. Pont. De ha már nem használtad, azt mégis besikerült a gyermek, és úgy mondtad, hogy ez most nagyon nem jókor jött, mit tudom én, anyagi, anyagit azt mondjuk annyira nem szeretem elfogadni, mert olyan nincs, hogy még nem, jó egy gyerek. Ö, de mondjuk egészségügyi, lelki, bitén tudom, stb. Vagy például úgy sikerült, vagy hogy az sem ki az apja. Tehát egyszer csak volt egy nagy buli volt atya. Hát örülök neki, hogy nagy buli volt, jó, hogy nem fog nyeríteni. De vannak ilyen sztorik egyébként? Hogy ne lennének, le. persze. És akkor most mi legyen, és hogy legyen, és egyáltalán. A mi egyházunk álláspontja az, hogy elsősorban is a Megszületett gyermek érdekeit próbáljuk szem előtt tartani. Mert hiszük azt, hogy a magzati gyermek, az noha már itt van a Földön, de még nem lépett be a földi világba, tehát ő sokkal hamarabb vissza tud integrálódni a szellemi világba. Tehát őt úgymond persze védjük, amennyire csak lehet de ha uram, bocsá, azt mondjuk, hogy mindenképpen meg kell oldani az abortuszt, vagy elvetél, vagy, vagy ilyesmi dolog történik, akkor ugye automatikusan megy vissza a szellemi dimenzióba. De ha már megszületett a földi világba, belépett a valós földi életbe az a gyermek, onnantól kezdve viszont neki bizonyos körülményeket biztosanunk kell. Mi azt mondjuk, hogy igenis egy gyermeknek szüksége van egy anyára és egy apára. Tehát két darab személyre. Anyára és apára, vagy a lehet apára és apára? Akár lehet apára és apára, és anyára és anyára, anyára és is. Anyára. Tehát két személyre. Két olyan személyre szüksége van, aki őt tisztességgel, becsületebb főt tudja nevelni. Azért kell kettő, és nem rülünk annak, ha csak egy van, mert pusztán fizikailag egy ember nem tudja ezt megoldani. Főleg az elején. Tehát azt szoktam mondani, hogy amennyire csak lehet, amennyire csak lehet, próbáljuk meg használni a fogamzásgátlókat, ez a legfontosabb, hogy ne kerüljünk ilyen szituációba. Ha meg már belekerültünk egy ilyen szituációba, akkor nagyon-nagyon jól mérlegeljünk, lesz-e segítségem akivel ezt a gyermeket megfülöm, elkezdem felnevelgetni, mit én tudom, vagy ha tótágastálok se lesz senki, és ott vagyok egy egy magamba, és mondjuk még én is a gimnáziumot járom, sorolhatnám a különböző sztorikat, abban az esetben ö, egyházunk azt mondja, hogy a gyermek érdekében, a gyermek érdekében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy fájó szívvel, de megengedi az abortuszt. Tehát mindig az a fontos, hogy kit nézünk. Na most ugye a, a, a nagy egyházak, azok alapvetően, bár ők azt mondják, hogy a gyermekedekeit nézik, csak nem tudják külön választani. A gyermeket, aki belépette a földi világban, de még nem született meg, meg azt, aki már bele is született ebbe a földi világba. És ez két külön dolog. Tehát az abortusztal ö, nagyon sok ilyen ismerősöm van, nagyon sokaknak próbáltam segíteni. Voltak nagyon szép dolgok, ahol végül is ö, meg lehetett úszni az abortuszt. És aztán vannak olyan sztorik, amikor automatikusan az egyházunk minden szívfájdalom azt mondja, hogy természetes az abortus, látja egy nem erőszak következtében bekövetkezett terhesség. Ott értelemszerű hogy ott az abortus az egyetlen megoldás, hiszen azt a gyereket, ha meg fog születni, sem fogják szeretni. Most akkor minek? Az úgy nem jó. Ami nagyon fontos, hogy anyagi ha nem lehet. Tehát azt nem vagyok halandó elfogadni. Ugyanis akkor, amikor gipszjakabék a bék, a hatodik gyereket is meg tudják szülni egy szobakonyhába, akkor nekem nem mondja azt a budai villába lakó új gazdag hogy jaj, neki most momentán nem fér bele az a egy gyerek. Tehát nem. Anyagi oka nem lehet. Gergely, köszönöm, hogy itt voltál. Rengeteg kérdésem lenne és szeretném, hogy ha hozzánk valamikor beszélgetni, és arra biztatom a nézőket, és esetleg kérdezzenek tőled kommentben, mert szerintem annyira nyitott vagy, meg annyira kommunikatív, vagy szerintem ez ki kell használni, hogy igen csúnyán fogalmazzom meg. Annyit mondjunk el, hogy hozzátok, tehát bárki mehet tulajdonképpen nem től. Nem jó tartozástól hogy kérdezek egy, hogyha elmegyhozatok egy a például közösség befogadja? De. Tehát ez a másik nagyon szép, hogy nálunk a közösség valóban így áll hozzá az embereknek. Tehát nincs, de el nem hiszed, hogy csodákat láttam már meg ezek a gyülekezetben például. Van egy tünemény cigány nénink, ö, aki oly örömmel öleli a keblire a transz nem hogy te még olyat nem láttál, pedig egy idős asszonyról beszélünk. És ez teljesen természetesen. Azt szokták mondani a miénk, hogy aki ott elindul a templom lépcsőjén lefele, az onnantól kezdve, hogy belépett az ajtón családtag. Mindegy, hogy honnan jött. Mert valami őt ide hozta, Akkor kapja azt, ami amit idehozta őt, a szeretetet. Egyre ez a végszó. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Igazán, nincs mit. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengőikonra, hogy ezt szóljon, hogyha új videó érkezik, nézd meg a korábbi felvételeket, azokat is kommentelj, lájkold őket, és ha van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.